Én kezdem. Kezdem. Sziasztok, hétfő reggel, 5 óra van Budapesten, nagyjából 168 óra, egy hét múlva ilyenkor fog véget érni az atlantai 53. Super Bowl, mi pedig most indulunk el Ricsivel innen Budapestről. Tényleg ilyenkor fog érni. Pont egy most hét. Számolgatom magamban. Annyi a különbség tavalyhoz képest, hogy én úgy szeretnénk videoblogot majd hozni nektek, lehetőleg minden napról, amit akkor ezzel a mostanival kezdenénk el. Hogy Galuska most nincs itt velünk, úgyhogy emiatt mondjuk a videóban kicsit több hús, de kicsit kevesebb effekt lesz. Kivonta magát a munkából. Ezt üzenjük Galusnak, akit azért megadtunk vészkontaktként, őt adtuk meg, úgyhogy igen. Bármi történik, azért őt fogják keresni. Galus, ha hívnak, akkor ennyi. Akkor ez történt. Ricsi pedig, Sanyinak még azt üzenném, hogy ha esetleg rádiózik, és akkor ezen a héten is lesz rádiós megjelenése. Ja. 2 órás felvezetőt tervezünk a Sportján, tehát 10-től érdemes leülni. Kint helyszíni kommentátor a Faragó Ricsi és Márk, nem teszem most veszed, de bocsánatot kérek emiatt Márk. Akkor segítenénk neki. És akkor csak a neveket tudja. Budai Zoltán és? És Faragó Rihány. Ja. Úgyhogy Sanyinak segítettünk. De én a valamilyen Ricsivel is jegyezem. Én is valamilyen Márk is jó lesz nekem. Nagyon ne bántsuk a semmit. Ricsi, mennyire vagy babonás 13. Super Bowl? Hát, még nem voltam 13. Super Bowl-on, tehát nem tudom, hogy babonásnak kell-e lennem. Nem, megpróbálok nem foglalkozni ezzel a részlettel. Mit vársz mondjuk Atlantától? Hát, kicsit melegebbet vártam volna, mint amit hirdetnek. Tehát azt mondják, hogy ilyen 7-8-6 fok, ami kicsit hidegebb lesz, mint amire számítottam volna, de nem ez lesz az elsődleges azért a döntő héten, tehát valahogy csak kibírjuk. Gyakrabban látod szerintem most már Tom Brady-t, mint mások a könyvelőjüket. Igen, gyakorlatilag most már. Tudnak még újat mondani a Patriots-esek, hogy eddig sem mondtak újat? Hát figyelj, én már gondolkoztam, hogy szerintem az új emberekhez kell majd menni, de szerintem őket is beidomították már azért, hogy miről beszélhetnek és miről nem. I mean, the season is long. It's a long 16 games, 17 weeks. Tehát a csúcs az Cannon volt, akihez oda mentünk, és tényleg a teljesen bevett szövegeket nyomtad, akármit kérdeztél, úgyhogy majd kiderül. Majd valamit ezen megpróbálunk kihúzni belőlük, és akkor innen folytatjuk majd Atlantából. Reméljük. Vagyunk a State Farm Arena-ban, ami alapvetően az Atlanta Hawks NBA csapatának az otthona, de most kivételesen NFL szurkolók vették birtokukba, hiszen itt tartották az Opening Night-ot a nyitó estét. Ugye már először jött a rend, milyen volt a rendszer? Összeszedett a pályán tulajdonképpen, és magabiztos, tehát én egyáltalán nem éreztem rajtuk azt, hogy különösebben megilletődöttek lennének. So you know, but you know, obviously, you know, Coach McVay's put in a really good scheme for us. So you know, he calls the plays, and we just try to, you know, we know they're going to work. We just screw them up when they don't. Man, I just go out and do my job and do it well. As long as I do that and the team's happy, I'm happy. Utánuk pedig jött a Patriots, akik szokásos Patriots, azt gondolom. Itt is senki nem ismer föl téged. Ezt ehhez végezem is, de hát nem baj majd. Egyszer még talán ez a pillanat is eljön. De azért most egy kicsit oldottabb a kormányokat, nem? Belőlem Keon Crossen kinézte, hogy olyan gyors vagyok, mint Tyreek Hill. But who was playing Hill on the scout team? You did, I thought. It wasn't you. No. Úgyhogy az első nappal megvolnánk, itt vannak a csapatok. Azt gondolom, hogy annyira meglepő egyik csapatnak a hangulata se volt. De egy jó hangulatú média DM vagyunk túl. Jó, mindenképpen is a játékosok is élvezték. Többen elmondták, hogy ez egy óriási Thank jelent. You for attending Super Bowl 53 opening night. Fuel by Gatorade.